A nyíregyházi súlyemelő sport a 90-es években élte fénykorát, majd később is akadtak fellángolások, de országos bajnokságot több mint egy évtizeddel ezelőtt rendeztek a megyeszékhelyen. Az atlétikai centrumban új otthont kaptak az erős emberek, és a körülmények lehetővé tették, hogy ismét pályázzon rendezésre az NVSC szakosztálya. A serdülő és ifjúsági országos bajnokságon 27 egyesület közel 100 súlyemelője lépett a versenydobogóra. Nagyon régen volt az, amikor ilyen rangos eseményt rendeztünk. Magyar bajnokságot rendeztünk súlyemelőben Nyíregyházán. Hát ez abban az időszakban volt, amikor még Feri Attiláék a világot jártak, meg Európát jártak, és hozták haza az érmeket. Azóta sok minden változott, sokkal most a hárdert a sportág sorsa, elsősorban a Tiszavasvári úti súlyemelőterem megszűnése következtében. Így aztán évekig nem tudtunk versenyt vállalni, hiába működött, hiába élt a szakosztályunk. Ennek az atlétikai centrumnak az átadása, ez egy nagy fellélegzést jelentett a mi sportágunknak is, bár az eredeti tervekben nem szerepelt az, hogy súlyemelés is legyen ebbe a komplex csarnokba, de hála a városvezetőjének, hála a sportlétesítményt üzemeltető Kft. Vezetőjének helyet szorítottak a súlyemelésnek. A súlyemelőszövetség is látja, hogy itt újra megindult a sportág élete, és nagyon jó kapcsolatunk van a súlyemelő szövetséggel, ennek köszönhető, hogy ma már ismét egy országos bajnokságot rendezhetünk, és remélem, hogy mindenkinek a megelégedésére. Feri Attila versenyzőként világbajnoki címeket, olimpiai bronzérmet és Európa bajnoki érmeket szerzett. A szakember a nyíregyházi súlyemelésért dolgozva keresi lehetséges utódait. Mindenki megtalálja az útját az élsporthoz, aki szeret. Erőltetni semmilyen sportágban nem lehet. Aki predesztinált arra, hogy megeresedjen, megtalálja az utat a terembe. És mivel minden sportág, nem csak a súlyemelés kimondottan, nagyon sok kitartás igényel, nagyon sok lemondás, nagyon sok kemény, nagyon kemény meló. Így úgy gondolom, hogy az a kevés réteg, ami megmarad az élsportra. De hát nem csak élsport van, mivel ez gyerekektől kezdve, 8 éves kortól kezdve már vannak versenyzőink, így és nagyon szép eredményekkel. Így nem az az elsődleges cél, hogy olimpiai bajnokokat neveljünk, hanem az, hogy előkészítsük az életre a fiatalokat. Az országos bajnokságon két nyíregyházi ifjúsági korú versenyző indult, és mindketten érmet szereztek. A 71 kilós Füzesi Anna 167 kg-os összteljesítménnyel az első helyen végzett. A 91 kg-osok között Mikovics Ábel 197 kilót teljesítve a dobogó harmadik fokára állhatott fel.